piros-kékek a piros-kékek ellen, a hazai pályán nyeretlen Spari vendége a tabella első helyére vágyó Vidi, azaz következik a Nyíregyháza Spartacus és a Videoton FC mérkőzése. Bajzát pedig folyamatosan ott ólálkodik, a Les határon most indul el visszafelé, és ezzel helyet teremt Rezes Lászlónak. Rezes a labdával be tudja adni, Vinicius majdnem öngolt rúg, ott a labda és nincsen bent. Micsoda lehetőség volt a hazaiak előtt. Eléggé kapkodva idegesen kezdenek a csapatok, Kovács most azonban meglódulhat. Jó is a passza. Kovács visszakapja Nikolistól, Kovács, gyönyörű gól! De gyönyörű gól volt! Itt van, hogy Nikolics visszaadja, Kovács pedig gyakorlatilag becsapja a védőt és a kapust is. És ez egy remek gól. Szícsi elől gyorsan felszabadít Vinicius, és remekül indul meg kontrára a Fehérvár. Nikolics gólhelyzetben, Nikolics egy az egyben is belelövi balokba. Hát ez óriási helyzet volt. Stopira is feltartóztathatatlan. Ez a beadás nem volt pontos, de még begyűjti Gyurcsó. Kicsit megrázzák magukat most a fehérváriak. Kovács, ajándéklabda, gólhelyzet. Ó, hát ezt is sikerült kihagyni. Úgy tűnik, hogy ma be van oltva gól ellen Nikolics Nemanja. Minden a stadionban nem szoktak játszani amerikai futballmérkőzéseket. A város más sporttelepein inkább. Ott ez nagyon jó megoldás lett volna. Nikolics! Hát ma nincs szerencséje sem. Ez egy remek megoldás volt Nikolics Nemanjától. Balogh Jánosnak kell sorfalat állítani. Egyelőre hárman, aztán négyen is vannak abban a sorfalban. Bizony 33 méter egészen pontosan a távolság, és a látható, hogy hiába jelölte meg a bíró, jóval jobban, vagy távolabb küldte az embereket, mint kellene. Juhász lefejeli, üres a kapu, nincs bent. És a játékvezető 11-est ad. 11-est ad, mert Vinicius, aki az üres kapura fejelhetett volna, szabálytalanul állították meg. Balogh János a kapus ütközött vele. Na ez egy érdekes eset. Nikolics Nemanja és Balogh János párharca a mérkőzés 59. percében. Nikolics jó távolról fut neki, és fölé vágja! Kostić begyűjti, aztán a nagyon agilisan jól játszó Simon már indulhat előre. Neki a védekezés a fő feladata, de most zicserbe hozza a tapatását, gól! Gól Nikolicsnak, csak összejön a gól! Simon labdát szerez, beindul, és a legjobb ütemben teszi középre Nikolicsnak, aki 11 méterről akcióból betalál, büntetőből nem ment, 2-0-ra vezet a Videoton Nyíregyházán. Dörtei nem adja fel a Nyíregyháza, miért is tenni, majdnem öngól Vinicius lábáról perdül mellé. 3 perc a ráadás. A játékvezető pedig Könyvel Solymosi. Mi pedig lassan bekönyvelhetjük a 3 pontot a Videotonnak, amely marad az egyedüli 100%-os csapat, és Álvarez megpróbálta Balogot meglepni egy szögletből, kapura tekerte, pörgette. A piros-kékek csatáját idegenben Nyíregyházán a Videoton nyeri 2-0-ra Kovács István és Nikolics Nemanja góljával.